Önkormányzati perceinket látják, tisztelt nézőink. Vendégem Dohány Gábor, jobbikos képviselő Terézvárosból. Tisztelettel köszöntöm, képviselő úr. És a címnek pedig a konstruktív ellenzékiséget adtuk, nem véletlen. Amikor én az elmúlt évekre visszamenőleg figyelgetem az önkormányzatokat, nem csak itt Terézvárosban, hanem egyéb képviselőtestületi üléseket is meg lehet tekinteni természetesen az interneten, akkor nagyon sokszor azt látom, hogy van egy jó javaslat, van egy jó felterjesztés, és ab óvó az ellenzék nemmel szavaz. Az ön esetében viszont azt látom, hogy Terézvárosban most már második ciklusát kezdte meg, megpróbált a tartalomra koncentrálni, és ennek függvényében szavaz. Miért alakult ki ez így önben? Hát én azt gondolom, hogy a Jobbikban ez egy alapvető szemlélet, hogy nem úgymond csípőből utasítunk el mindent, nem attól teszünk függővé bármi előterjesztési javaslatnak a támogatását vagy elutasítását, hogy azt kiteszi ki az előterjesztője, hanem attól, hogy megvizsgáljuk, hogy az mennyiben hasznos, mennyiben szolgálja a nemzet érdekét, természetesen helyi szinten értem szerint Terézváros érdekét, és ez határozza meg azt, hogy aztán azt az előterjesztést támogatható-e esetleg módosító javaslatokkal, vagy esetleg elutasításra kerül teljes mértékben részünkről. Én is ezt képviselem, én tulajdonképpen mindig a saját lelkiismeretemre hallgatok, amikor elolvasok egy előterjesztést, meghallgatok egy véleményt, és aztán döntenem kell, hogy én ez, hogy hogyan állok hozzá. Az elmúlt időszakban nagyon sok olyan előterjesztés volt, és nagyon sok olyan dolog volt, ami igenis markáns állásfoglalást igényelt. Ha nem megyünk messzibre, csak az elmúlt, na hát megyünk messzebbre, mert az elmúlt 10 évre visszamenőleg, akkor ugye a palotabotrányok, a házeladások nagyon sok port kavartak fel. Amikor ezek szóba kerültek, akkor ön még nem volt a képviselőtestület tagja, tehát nem tudott volna szavazni, vagy nem szavazott. Mennyire kell ezeknél észnél lenni, és most látjuk az 5. kerületnek is a példáját, hogy igenis, amikor valami jó dolognak tűnik, és ugye nagyon sokszor azt mondja az ellenzék, most ugye az MSZP jelen esetben, hogy akkor ez tűnt a legjobb megoldásnak, hiszen megszabadultunk egy olyan épülettől, aminek a felújítása sokkal többe került volna, aztán mégiscsak visszaütnek ezek a dolgok. Van-e mérlegelési lehetőség ilyenkor? Mennyire lehet áttanulmányozni a bizonyos eseteket? Hát áttanulmányozni azért át lehet, csak hát ugye itt most esetenként külön kellene vizsgálni minden, most nem csak a ingatlan eladásokat, egyéb más döntéseket is. Nem mindig áll rendelkezésre minden olyan adat, minden olyan szükséges információ, amely egy hiteles döntéshez szükséges volna. Ez nem csak azért, mert hogy esetleg ezt nem hozza nem bocsátják a rendelkezésre a képviselőnek, hanem most például ugye a palota botrányokkal kapcsolatos bírósági tárgyalásokon lehetett azt tapasztalni, hogy ingatlan szakértők sem tudnak azon zöldágra vergődni, még abban sem, hogy mi alapján kellene megállapítani egy-egy ingatlannak a piaci értékét, vagy a hát elvi értékek is vannak itt, igen, ugye a műemléképületek esetén esetleg. És hatalmas eltérések vannak, tehát tulajdonképp a jelenben kérdezik meg őket, tehát ugyanazok az információ, ugyanazokból dolgoznak, és mégis óriási eltérések vannak, akkor pedig ugye nagyon nehéz megállapítani valami 10-10-valahány éve visszamenőleg, hogy akkor milyen értéket képviselhetett. Tehát egyszerűen így, és tudomásom szerint hozzáteszem, az elmúlt ciklusban is voltak olyan értékbecslések, ahol nagyon nagy eltérések voltak egy ingatlan kapcsolatosan, és tudomásom szerint hasonló helyzet volt annak idején is, tehát nehéz miből kiindulni, ha maguk a szakértők sem tudnak valamiben egységes álláspontot kialakítani. És akkor itt tényleg könnyen lukra futhat valaki, bár persze én most nem akarok a ingatlan eladási perbe beleszólni, vagy a annak kimenetelébe, mert ottan sok minden játszhatott közre, még ugye sok mindent lehetett hallani, hogy
hogy voltak egyéb ajánlatok is, amelyek nem kerültek testület elé. Úgyhogy ezekről én tényleg nem tudok pontos információkat találgatni, meg nem szeretnék. De kétségtelen, hogy azért nehéz helyzetbe kerülhet könnyen egy képviselő, ha úgy kell döntést hoznia, hogy nincsenek hiteles szakértői vélemények, ami a rendelkezésére áll. Az elmúlt években nem tudom, hogy volt-e hasonló nagymérvű, nem is ingatlan eladással kapcsolatos döntési kényszeret, hanem más, amikor úgy elgondolkodott, hogy na most akkor ezt érdemes ellenzéki képviselőként vállalnom, vagy sem? Ingatlan eladás, pontosan az Andrássy útiakkal kapcsolatosan voltak olyan döntések, vagy ami aztán végül is nem is került rá sor, mert ugye itt a jogi keszekuszaságban teljesen másképp alakultak a dolgok. Ott volt olyan szituáció, ahol tényleg nagyon borotva élen táncolt hogy még meddig jogszerű egy döntés, meddig megyünk el jogszerűen, illetve milyen hibába futhatunk bele, ami lehet, hogy a kerület érdekét szolgálja most ebben a pillanatban, de könnyen visszafordítható évek múlva, tulajdonképp csak jogszabályokra hivatkozva. Ez most kicsit homályos volt, de ezt ennél jobban nem tudom körülírni, mivel hogy ez egy olyan kérdés volt, ami nem is akkor hárompárti, vagy négy párti megbeszélésen zajlott, de végül aztán egyáltalán nem került döntésre ebben a sor, mert másképp alakult a helyzet, tehát ebben most nem lehet többet mondani, de volt ilyen húzós helyzet, ahol azt kellett mérlegelni, hogy bevállalunk-e egy olyan döntést, aminek akár még a jogkövetkezménye is lehet, bár elvileg úgy látjuk, hogy rendben van minden, de olyan borotva élen táncol, viszont az szolgálja a kerület érdekét. Vagy egy kényelmesebb megoldás, ahol mindenki mossa kezét, mert a jogszabályoknak megfelelő döntést hozta meg, viszont azzal a kerület meg több százmilliót veszíthet esetleg. Tehát ez tényleg ilyen nehéz ilyen helyzetek vannak. Tehát nem is olyan könnyű időnként hozni, és felelős döntést hozni. Bizottsági munkájában mennyire van betekintése a feladatokba, mennyire tud előterjesztésekhez hozzászólni, mennyire kíván élni az előterjesztési lehetőségekkel? Hát ugye a korábbi ciklusban a pénzügybizottság elnöke voltam, ott rendszeres egyeztetésben álltam a területért felelős alpolgármester úrral, mindent általában átbeszéltünk, ez független attól, hogy éppen mivel értettem egyet vagy nem, tehát nem ez volt soha a célja, hanem megbeszéltük, hogy milyen elképzelés miről szól, hogy látják, milyen hatásai lesznek majd. Most ugye a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságban tevékenykedem. Ezen a területen jelenleg a területén felelős Papp László alpolgármester úr állok kapcsolatban. Persze még rövid idő telt el, de már két alkalommal találkoztunk, beszélgettünk elképzeléseinkről. Én elsősorban nem abban látom a lényeget, hogy én dolgozzak itt előterjesztéseket, hiszen az elsősorban a városvezetés az, ami el kell, hogy döntse, hogy mit szeretne, ugye rendelkezésre álló erőforrásokból mire szeretne fordítani és mennyit tud. És hát végülis a végső döntés az övék, mert hát az jelentős többségben vannak jelen pillanatban is. Én inkább abban látom a lehetőséget, hogy ezeket a döntési folyamatokat olyan irányba terelni, ami minél inkább egybevág az én elgondolásaimmal is. És hát természetesen azért nagyon sok olyan elképzelés van eleve, ami már találkozik az én elképzeléseim mellett. Ezeket próbáljuk azért olyan mederbe terelni, hogy ez minél inkább kedvező legyen majd a jövőben. Az elmúlt 4 évben azért nagyon sok minden történt Terézvárosban. Lehet, hogy ezek nem annyira látványosak, mondjuk, mint a Hunyadi téri projekt, de ettől függetlenül, tehát hogyha körülnézünk, azért vannak javuló tendenciák, és vannak természetesen, ahol nagyon nagy lemaradásaink vannak. Leálltak ugye a homlokzat felújítások, az épületek állag megóvása nem annyira látványos, mint amilyenek kellene lenni. Itt a városgazdálkodás, rehabilitáció, környezetvédelem területén mik lennének azok az elképzelések, amik az elkövetkezendő 4 évre úgy gondolja, hogy mindenképpen megoldandó feladat lenne? Hát a város rehabilitáció tekintetében, vagyis társasági felújításokra gondolunk itt elsősorban,
Mindenképpen a támogatandó munkák körét szeretnénk kiszélesíteni, ebben alpolgármester úr is nyitott, sőt ő maga is így látja ezt a helyzetet. Valószínűleg több pénz is fog jutni ezekre a támogatásokra, illetve szó van arról, hogy a háznak a maximális támogatás mértékét növelni, hogy nagyobb volumenű beruházásokba is bele tudjanak fogni a társasházak. Mit ért nagyobb volumenű beruházás alatt? Tehát ugye eddig a támogatás, vagyis a visszanem, vagy a hitel, a kamatmentes hitel mérték, ami ugyan csökkenthető, ugye, ha bizonyos időn belül fizetik vissza, ugye 20%-kal, ez 6 millió forint volt a felső határ. Tehát, mire elegendő ez egyébként, egy 6 millió forint egy ilyen belvárosi társasház esetén? Hát ezt nehéz megmondani, persze ugye mekkora az épület, de nagyon meg kicsi milyen állapotban van, tehát igen. Nagyon sok minden befolyásolja, de hát már mondjuk teljes tetőcserére már nyilván nem, vagy egy teljes homlokzat felújítása sem biztos, attól függ persze, hogy mekkora épületről beszélünk. És ugye, hát ugye a többi részt az pedig a háznak önerőből kell biztosítania, és azért itt nem mindegy az, hogy mennyi önerőt kell vállalniuk, úgyhogy itt lenne célszerű ezen mindenképpen változtatni, többek között természetesen. Környezetvédelem területén? Van-e valami olyasmi elképzelése, ami még hagy kívánnivalót, és jó lenne megvalósítani? Hát a környezetvédelem területén azt gondolom, hogy a környezetvédelmet elsősorban egyben kell kezelni a városfejlesztéssel, és elsősorban a beruházásoknál kell arra koncentrálni, hogy ott minél környezetbarátabb megoldásokkal rukkoljunk elő. Egyéb kifejezetten környezetvédelmet szolgáló tevékenységek, hát ugye itt azért nagyon nehéz 6. kerületben mondjuk azzal előállni, hogy újabb parkot, zöldövezetet, zöld felületet biztosítsunk. Mondjuk ilyen tekintetben a volt kormányzati negyed területével, tehát ugye ott a Kormanszki nyugati közti résszel kellene valamit kezdeni. Ugye ez most legutolsó döntés ezzel kapcsolatosan, még ha jól emlékszem, valamikor tavasszal született, ugyanis volt az államnak egy olyan ajánlata, hogy átadná ingyenes használatba a kerületnek bizonyos kármentesítő munkákat ott elvégeznének, egy talajcserét, de csak bizonyos mértékig. Hát azt át kell gondolni, hogy utána még az mennyire használható az a terület, mindenképpen célszerű lenne azt valahogy úgy hasznosítani, hogy ott a zöld felület, park, esetleg sportolásra alkalmas lehetőség legyen a jövőben. Egyébként, hogyha játszunk el egy picit a gondolattal, hogyha megvalósult volna ott a kormányzati negyednek, annak a beruházásnak a teljes mértékű véghezvitele, az jó lett volna Terézváros szempontjából? Hát ezen sokat gondolkodtam annak igen, idején. Ezt nagyon nehéz megítélni. Én azért ebbe egy kicsit laikusabban tudok csak belegondolni. Hát én is. Én azt gondolom, hogy a túlzott beépítettsége itt a belvárosnak az már nem feltétlenül lenne célszerű. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez összességében hasznos lett volna. Természetesen más szempontokat is figyelembe lehet venni, hogy a környéken az ingatlanok ára jelentősen megemelkedett volna, tehát ott élő tulajdonosoknak ez lehet, hogy kedvező lett volna, mert jobb áron el tudták volna adni lakásukat, és elköltöznek vidékre. Tehát ilyen szempontokat is figyelembe véve persze nehéz megmondani kinek, hogy lett volna jobb ez a megoldás. Én azt gondolom, hogy általában véve a kerületnek nem lett volna jó. Tud-e véleményt mondani általában a kerület gazdálkodásával kapcsolatban, a kerület vezetésével kapcsolatban az elmúlt négy évről? Hát ez az a terület, amit talán a legkevésbé tudok kritikával illetni, és az elmúlt négy évben is, ugye itt most elsőbb, hogy a pénzügyi gazdálkodásra gondolunk. Ha azt nézzük, hogy 2010-ben az akkori választások után közel 1,5 milliárdos adóssága volt a kerületnek, ami elsősorban ugye a folyószámla hitel felhasználást jelentette. Tehát itt tudni kell, hogy azért sok különböző fajta felmérések készülnek és kimutatások. Ugye ott sokáig úgy lehetett látni, hogy Terézváros a egyik legkevésbé eladósodott kerület.
Igen, csak a folyószámla hitel felhasználás, azt ebben nem számították bele, uh-huh. hanem csak a kifejezetten beruházási hosszú távú hitelek felvételét. És viszont ez egy elég gazdaságtalan megoldás volt, mert sokkal magasabb kamatozással, sokkal magasabb kamattal lehetett igénybe venni. És hát ugye ott derült az ki, hogy akkor meg is kellett emelni 500 millió forinttal a hitelkeretet, hogy egyáltalán a kerület működő képessége megmaradjon a következő év nagyobb bevételi időszakáig. Na most ez ugye átfordult olyan irányba, hogy a tavalyi év végén több mint 1 milliárd forint maradvány volt a kerületnél. Ezért gyakorlatilag a folyószámla hitelkeret majdnem teljes egészében. Az teljes egészében. Az teljes egészében olyan szinten, hogy, uh-huh. hogy most már nemrég járt le a folyószámla hitel szerződés, és az meg se lett hosszabbítva. Tehát jelenleg ilyen kerete nincsen a kerületnek. Egyébként is jelentősen csökkent, hogy az új törvényi szabályozások miatt másképp, tehát volt egy kötelező, vagy maximálisan igénybe vehető rész, most ennek a számításában nem kívánnék úgy belemenni, ugye a saját bevételek és osztva, szorozva, kivonva. A lényeg az, hogy egy kb. Egy 500 millió forintos keret volt egyáltalán lehetőség, mikorában ugye egy 2 milliárdos keret állt rendelkezésre. Ez sikerült úgy lefaragni. Természetesen ebbe a kétszeri állami hozzájárulás is közrejátszott, hogy gyakorlatilag tavaly elkopott teljesen ez a hitel felhasználás, és a tavalyi évet már plusszal fordulhatott az önkormányzat már 14-be. Ezért nyílik most lehetőség, hogy olyan beruházásokon, városfejlesztési megoldásokon gondolkodjunk, amire az elmúlt időszakban nem volt lehetőség. Az ellenzék egyszer-kétszer a nyugati téri projektet bírálta. Ön mit szól a nyugati téri átalakításhoz? Hogy tetszik egyáltalán a projekt? Hát én megmondom őszintén, erről majd tényleg akkor tudok véleményt mondani, ha kész van. Tehát ugye láttam látványterveket, meg minden, de nekem ezek annyira idegenek ezek az ilyen jellegű felvétel. Szépen néz ott ki minden, és teljesen másképp fog majd élőben. Én megmondom őszintén, akkor tudok majd véleményt mondani erről, hogyha kész van. Önmagában természetesen annak a területnek a rendezés az mindenképpen szükségszerű volt, és azok a törekvések, amelyek szebbé teszik, zöldebbé teszik, az mindenképpen támogatandó. Ténylegesen, hogy fog megvalósulni, majd meglátjuk. Még egy picit a Jobbikra, mint pártra, és a kerület viszonyára, illetve a kerületre való levetítése a Jobbik gondolatiságának mi a véleménye? Hogyan tükröződik a Jobbiknak az értékrendje a 6. kerület értékrendjével? Nem igazán tükröződik ez vissza. Ennek a mércéje legegyszerűbb a választások. Tehát egyszer megkérdezni a választási eredményeket, és abból látni, hogy mennyire jön vissza a Jobbik gondolatisága, elképzelései, mennyire vevők rá a választópolgárok, mennyien támogatják. És ugye itt azt lehet tapasztalni, hogy 4 év alatt semmilyen előre mozdulás nem volt. Ez egyébként Budapesten igaz a Jobbikra, míg vidéken jelentősen erősödött tovább, ahol amúgy is erősebb volt, ez Budapesten stagnált. Úgyhogy ezzel mindenképpen változtatnunk kell. Nyilvánvaló, hogy ebben elsősorban a mi szerepünk emelhető ki, illetve a Jobbiké általában, mert ha megtaláljuk azokat a problémákat és azokra a megoldást, amit leginkább foglalkoztatja az embereket, illetve azt azokat a témákat, akkor lehet előrelépés. Tehát itt azt gondolom, hogy egyértelműen a választási eredményekből lehet ezeket leszűrni. Pillanatilag azt mondom, hogy, és hát csak össze kell hasonlítani az itteni eredményeket, akár országos átlag, hát még egyes vidéki területek kiemelkedő eredményeivel nem igazán tükröződik még vissza. Hát a önkormányzat működése szempontjából, tehát magyarul a városvezetés döntései szempontjából pedig én azt gondolom, hogy ők nem a Jobbik elképzelését veszik, nem ezt tartják szem előtt, hanem mennek a maguk útján. Az egy más kérdés, hogy a jelenlegi városvezetéssel, mint az elmúlt ciklusban is, nagyon sok olyan közös gondolatunk van, ami én úgy gondolom, hogy egymástól független, általunk is támogatható, sőt, kifejezetten kiemelt témák. Ugye most azért a városfejlesztésre, ha visszatérünk, akkor a Hunyadi téri vásárcsarnok mindenképpen kiemelt téma lesz a következő 4 évben, de múlt héten voltunk egy bejáráson Balaton
Balaton-Mária fürdőn, ahol ugye van egy üdülője az önkormányzatnak, évek óta, 2007 óta bezárva, ott pusztul, nagyon lepusztult egy épület, jogilag is vannak problémák, mert gyermeküdülő volt, és így ilyen formában a bíróság rátadott van, hogy nem üzemeltethetik. Mindenképpen bejártuk, megnéztük, felmértük a helyzetet, és gondolkodunk azon, hogy lehetne ott olyan megoldást találni, hogy hasznosítható legyen a kerület lakosságnak számára is. Tehát ott egy értékes üdülő terület van, amit hogyha úgy meg tudunk valósítani, akkor egy nagyon jó dolog lesz majd mindenkinek, a kerületnek is. És akkor ugye azért ott van a római parti, én csónakháznak hívom, bár tudom, hogy az kicsit több annál, tehát ott is egy ilyen üdülő jellegű terület, azt is fel kell mérni, hogy azzal mit lehet kezdeni. Tehát nagyon sok, főleg ezek érdekes, hogy ezek főleg ugye a kerületen belül történnek, hát a kerület beépítettsége miatt itt nehéz, ugye telkek sem állnak rendelkezésre, hiszen mind valamilyen magántulajdonban vannak, tehát nagyon nehéz itt ilyen beruházásokat, viszont a kerület érdekeit szolgáló beruházásokat kerületen kívül is meg lehet valósítani. Természetesen vissza kéne térnünk a kutyafuttatóra, ami egy kicsit úgy elült ez a téma, de ez mindenképpen egy megoldásra váró feladat, ugye ott, ami a Hunyadi téren megszűnt, ahelyett egy a kornak megfelelő és minden igénynek megfelelő kutyafuttatóra viszont szükség lenne ott a környéken. És hát ugye még az már nem városfejlesztési téma, de egy örökké visszatérő probléma, ugye a úgynevezett buli negyeddel kapcsolatos, az éjszakai szórakozásból adódó kellemetlenségekkel kapcsolatos kérdések, ami viszont egy nagyon összetett dolog. Már egyáltalán az a probléma, ami ahogy ez kialakult, és amelynek a okai, illetve hát a megoldás sem lehet egy mondatban megfogalmazni, mert azt nem lehet csak rendészeti eszközökkel, nem lehet csak adminisztratív eszközökkel, és én azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az, ha ezt budapesti szinten tudnánk kezelni, mert én azt gondolom, hogy ebből a sűrűn lakott városrészből ezt a fajta szórakoztatást, ezt ki kellene vinni olyan külvárosi területre, ahol ez nem zavarja a ritkán lakott, távol van a lakott részek, tehát ahol pihenni, aludni szeretnének emberek. Itt a belvárosi részen természetesen mindig hagyománya volt a szórakoztatásnak, a kultúrának, tehát azért azt nem szeretném én kiírtani innen, csak nyilván azt a fajta kulturális szórakoztatást kell elsősorban kidomborítani, amely nem zavarja, aminek eleve a vendégköre olyan, hogy az önmagában véve nem zavarja a környéken élők nyugalmát. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Nagyon jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.